tessék. Na jó. Üdítő? Üdítő. Lehetne Pezsgő is. Nagyon jól alakult ez a mai mérkőzés. Egyik talán legjobb mérkőzésre volt a válogatottban, de lehet, hogy ez költői túlzás, majd megszámolod, vagy egyetért. Erről hátul maga biztos voltál az egész mérkőzésre. Ez most nem számít ez a kérdés? Először igen. De igazából ez a két meccs, ez elég nehézkesen indult, most ha rólam beszélünk. Nem volt egyszerű, így igazából ugye 10 nappal az életére a bajnokság. Utána elkezdjük megint a felkészülést. Nem éreztem jól magam kint, nem játszottam jó mérkőzést. Szerencsére a csapat megoldottam, helyettem is. Az itthoni már könnyebb volt, ugye amikor ilyen hosszú idő után ismét játszom egy mérkőzést, utána a második mérkőzés már sokkal könnyebb, jobban éreztem magam. De volt mérkőzésem a válogatottban. Igazából ez a mérkőzés az ott dőlt el, hogy hihetetlen a védelmi sorunk, két belső védőnk, a Misi a bal oldalon, a Geri a jobb oldalon, a Boti, a Vili, a két hatosunk ma, Máté és a Nagy Ádi, a Gulával együtt óriási mentek, tényleg nagyon komoly védekezést nyújtottak. Általában elő mindig találunk egy gólt, de az, hogy végre nullára játszunk, az itt azért az nem annyira megszokott. Arról nem kell beszélni, hogy igazából ez a 32 meccsen sorozatban, amit megnyertünk, úgyhogy én először érzem azt a magyar válogatottban tényleg, hogy formálódik egy jó csapat, és amit elkiabálni, de azért 9 ponttal a szabadságban mindig az nagyon jó érzés. Végig éreztem, hogy jönni fog a gól? Mondom, most szintén, hogy igen, igazából, hogyha már az első fél időben a bepasszom a Filipnek, talán jobb, hogy a Filip esetleg még gyorsabban odaér, akkor az előbb is elfélhetett volna. De éreztem végig, hogy a gól az jönni fog, legfontosabb az, hogy a védekezés, ugye tudtuk, hogy nagyon gyorsak elől, hihetetlen gyors játékosok vannak, a legfontosabb az, hogy a kontrákat megakadályozzuk, ezt végig megcsináltuk, a hosszú labdáikat folyamatosan végig visszafejegettük, úgyhogy a hátul áll a nulla elő, mindig találunk. És kőkemény futballáz van Magyarországon, milyen volt a mérkőzés alatt és a végén után? Hihetetlen tényleg, mert a horvátok elleni mérkőzés is nagyon, nagyon komoly volt. Kín Azerbajdzsánban a kijött szurkolók, tényleg libabőr a mérkőzés után, a mérkőzés közben. Aztán még így is, hogy le volt zárva, ugye egy-két szektor a gólnál igazából tényleg felrobbanásod. Egy dologról kell beszélnünk, ha így játszunk, ilyen fegyelmezetten betartjuk a taktikát, így védekezünk, így kisegítjük egymást, akkor ezt tudjuk elérni. Nincsenek félelmetes játékosai, nincsenek olyan játékosai, akik világsztárok, de csapatként, hogyha így funkcionálunk, akkor ilyen mérkőzésekre vagyunk képesek, és ilyen hangulatra kell csinálni. Márkó, szép, nem volt a kisfagnál ez, számított. Igazából megbeszéltünk mindent a mérkőzés előtt, megbeszéltünk minden a mérkőzés, az első mérkőzés után, úgyhogy van 2-3 játékosunk a pályán, akik felvállalják ezt a vezérszerepet, hogy esetleg olyan kétes helyzetek vannak, akkor van 2-3 játékos mindig, aki folyamatosan megmondja, hogy most mi a helyzet, melyik irányba, és ez is egyedülálló az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy tényleg divakor végig, 90 perc félelmetés. Ezek a mérkőzések, a horvátok, amely az elkormányokat, de számomra ez a világ. Köszönöm.